november 10-ével befejeztük a rendelés felvételt, mert szeretnénk mindenkit kiszolgálni. Először úgy bosszantott, bántott a dolog, hogy nem vállaltunk többet, de túlvállalnánk magunkat, és az a termék árát látná. Három csoportot különböztetnénk meg, van egyszer a töltött szaloncukrok, aztán lennek a marcipánnal dúsított, a gyümölcsökkel dúsított szaloncukrok, és vannak a bombon szaloncukrok. Ezek a két vagy három nagy csoport. Ezen belül megszámoltatlan variációs lehetőség, mi körülbelül olyan 34-35 féle szaloncukrot készítettünk idáig. Természet ízeit visszük bele a csokoládés termékekbe, legyen a szaloncukor vagy marcipán desszert, és így meg az alapmarcipánok, amik meghatározzák a szaloncukornak is, és a töltött szaloncukornak, vagy éppen a bombon jellegű szaloncukornak a állagát, minőségét, színét, formáját, ennyiben tudunk mások lenni. Ami a legfontosabb, kellő elhivatottság nem csak a részünkről, hanem a kollégák részéről is, kell hozzá a jó alapanyagok, és az a fajta ösztönző erő, ami előre viszi. Tehát nem elsődlegesen üzleti szempontból értékeljük, hogy állítjuk elő termékeinket, hanem kívánság szerint. És aztán ebből kerekedik természetesen az, hogy mindenki kedvére kap ízeket, kedvére kap megfelelő áron terméket, és hát kitartón kell csinálni, mint ahogy tesszük mi is 40 éve.